Az biztos, hogy fantasztikus esemény elé nézünk. Óriási dolog, hogy Budapesten lesz a világbajnokság, hogy egy ilyen szintű viadalon hazai pályán úszhatunk egy csodálatos létesítményben. Nagyon várjuk már, hogy itt versenyezhessünk, vagy akár csak edzhessünk, hogy valahára megnyissák a kapukat az úszók előtt. Végre több vízfelület jut a kluboknak, a VB-re készülőknek, ráadásul egy valóban fantasztikus körülményeket kínáló úszodában. Óriási lökést kapott a sportág az utóbbi években, évtizedekben. Ez remek alap, hogy még tovább lépjünk. This is definitely what we need to start moving towards. Actually, we've been, you know, that doesn't really work that way. Katinka's been preparing for an event like this for about... Ez nem úgy működik, hogy erre a VB-re valami speciálissal készülünk. Katinka alapvetően 20 éve folyamatosan készül, nem egyetlen éjszaka alatt kerül csúcsformába. Persze a konkrét VB felkészülést már elkezdtük, és gyorsabban haladunk a tervezetnél, ami örömmel tölt el. Sikerült ismét adaptálódni az új elvárásokhoz, változtatni, amint szükséges. Ebben különösen jól halad, bár szeretek konzervatív módon tervezni, mégis jó látni, hogy minden jobban megy a vártnál. Az idei versenytervünk jóformán kész, és Katinka eddig teljesen tette a kitűzött célokat. Ez az elmúlt 4 évben is működött, de most valahogy még jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Valami hasonlót tervezünk, mint az előző ciklusban, és úgy fest, jelenleg jobban állunk, mint tavaly ilyenkor. Ebben a 4 évben szilárdabb alapokról indulunk, mint legutóbb, sokkal inkább tisztában vagyunk azzal, hogy hová akarunk eljutni. Sokkal magabiztosabbak vagyunk, mint 2012-13-ban, ami nagyszerű érzés. Ha minden jól megy, kopogjuk le, és semmi sem fog hátráltatni, akkor minden jó összejöhet, amit szeretnénk. Ám ne feledjük, ez sport. Bármi kaphat gellert, azaz nekünk nem csak A tervünk van, de még Z is. Everything always goes sideways. The plans never go plan A. We always go plan Z. So we'll see what happens. If Dog Eye can open up or the Duna Arena can open up pretty quick here, that should. Azt tudja, hogyha a Dog Eye, azaz a Duna Arena végre megnyithat, óriási mennyiségű problémára találhatunk megoldást. Most egy kicsit kaotikusak az állapotok, még meg is értjük miért. Ennek ellenére jobb megoldást kell találnunk, jobb körülményeket kell biztosítanunk a VB-re készülő sportolóknak. Azaz nem mondhatom, hogy elégedett vagyok, még ha tudom is, hogy a mostani egy igen összetett probléma. Mi ezen a téren is otthon vagyunk, sok dolgot tanultunk a komplex gondokról és a megoldásokról is. Azt is tudjuk, hogy a fény mindig ott van az alagút végén, még ha nem is látjuk esetleg, akkor is ott van. Szerencsések vagyunk, hogy Katinkára külön figyelem jut. Ennek ellenére az úszó társadalomnak össze kell fognia, hogy a lehető leghamarabb nyíljon meg ez a komplexum. Ha lehet, akár órákon belül. Viszont amint kész lesz a 2-10 pályás 50-es medencénk, óriási nyomástól szabadul meg a sportág, hiszen attól fogva pontosan tudjuk, hol, mikor, milyen pályán edzhetünk folyamatosan. And solidify some, knowing where you're training, knowing what you're doing, knowing the facility, so.